Eudem és fúgája hangzott el, melyet Bach nevére írt. Az előadásban itt az ünnepélyes, monumentális orgona hangzást érzékelhettük. A Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola hangversenytermének orgonája, bár nem a mai formájában, de lényegében egyidős az épülettel. Az akkori Hubay Jenő Városi Zeneiskola új épületét 1927. decemberében avatták fel, együtt ünnepelve az iskola fennállásának 25. évfordulóját. A régi épületben orgona nem volt, harmónium tanítás viszont létezett a felmerülő igények kielégítésére, melyek részben egyházi kívánságból jöttek, részben szükséges volt a század elején divatos és elterjedt úgynevezett szalonzenekarok számára harmónium játékosra, aki a hiányzó hangszerek szólamát játszotta. Az orgonára, koncertekre, tanításra vonatkozó régebbi adatokat Koller Ferenc zeneiskolai igazgató által szerkesztett 1927-ben kiadott emlékkönyvből merítettem, valamint korabeli sajtóból. Itt köszönöm meg Benkő Csabánénak, a Miskolci megyei könyvtár vezetőjének a rendelkezésemre adott irodalmat. Bár az eredeti építési tervben nem szerepelt, hogy orgona számára is kell hely a hangversenyteremben, az előzmények az egyre növekedő kulturális és pedagógiai igények kielégítésére pótlólag gondoskodtak bizonyos áttervezésről, az orgona beépítésének lehetőségéről. A város akkori vezetősége Sugár Viktort, a Mátyás templom karnagyát, a Nemzeti Zenede orgona tanárát kérte fel, az építendő hangszer művészi tervezésére. A termet látván egy három manuálos, impozáns orgonát képzelt el, amit a rendelkezésre álló anyagi erő korlátozottsága miatt kénytelen volt redukálni, és végül 18 alap, 6 kombinált, egy transzmittált regiszterből álló két manuálos, pedálos orgona tervét készítette el. A tervet a pécsi Angster orgonaépítő cég valósította meg, és hogy a már említett emlékkönyvet idézzem, ez a hangszer a gyár az első világháború utáni időszakának legsikerültebb és legszebb hangú orgonája lett. Az itt elhangzott néhány kifejezés úgy érzem némi magyarázatra szorul. A kombinált játék azt jelenti, hogy egy bizonyos sípsort, azaz regisztert, nem csak alaphelyzetében, hanem egy oktávval feljebb vagy lejjebb is alkalmazhatunk kiegészítéssel, tehát egy regiszterből tulajdonképpen akár hármat is nyerhetünk. A transmisszió pedig azt jelenti, hogy a regisztert ugyanazon fekvésben, de másik manuálon vagy pedálon is felhasználjuk. Ezek látszólag önálló regiszterek, a valóságban inkább hiányosságot. E megoldások előnye, hogy kis helyen olcsóbban juthatunk idézőjelbe vett nagyobb orgonához, hátránya, a polifon szólamvezetés elmosódottá, az általános hangzás homogénebbé válik, a regiszterek színskálája egyszerűbbé, helyenként unalmassá lesz, ami által a hangszer művészi értéke erősen csökken. Az emlékezetes épületavató ünnepségen először a himnusz hangzott el, majd Hubay Jenő, a Zeneakadémia főigazgatója hegedült orgona kísérettel, és Sugár Viktor orgona számai fejezték be az ünnepi hangverseny programját. A későbbiek folyamán az orgona rendszeresen szerepelt a műsorokon. Hogy mennyire hozzátartozott Miskolc város zenei életéhez már ebben az időben is az orgona muzsika, bizonyítja többek között az 1933. február 19-i vasárnap esti hangverseny élőben való közvetítése, amelyet a Miskolci Rádió ünnepélyes avatásakor rendeztek. A Rádió Élet műsorában Miskolc Magyar Estje címmel olvashatjuk a programot és a tudósításokat. Ebben a műsorban zárószámként orgonazene hangzott el, az iskola orgona tanárának, Hollósi Kornélnak előadásában, akinek magas művészi kvalifikációját eleve biztosította, hogy Köszler János, Kodály Zoltán és Antalfi Zsíros Dezső növendéke volt.
A második világháborús eseményekkel kapcsolatban az épülettel együtt az orgona is megsérült. E sérüléseket már nem lehetett javítani, mert a szerkezetét is oly nagy károsodás érte, melyet állandó karbantartás mellett sem lehetett használható állapotban tartani. Mind koncertezésre, mind tanításra egyaránt alkalmatlanná vált. Amikor 1955. szeptemberében kineveztek az intézet orgona tanárának, szomorúan vettem tudomásul, hogy egy korszerűtlen és szinte használhatatlan hangszeren kell elkezdenem a tanítást. Az állandóan növekvő kulturális és pedagógiai igények kielégítésére 1959-ben jött segítség a Kulturális Minisztérium művészet oktatási osztályától. Az iskola számára kapott rendkívüli összeget az akkori igazgató Horváth Kis László egyértelműen az orgona felújítására használtatta fel. E jelentős összeg 500 000 forint. Háromtagú tervező bizottság jött létre, melynek tagjai volt tanárom Pécsi Sebestyén, Gergely Ferenc és jómaga. Sugár Viktor első álmát, a három manuálos orgona tervét valósíthattuk meg korszerű formában, mely a mai koncertezési és pedagógiai törekvéseknek felel meg. E tervek alapján a régi 18 valóságos regiszter helyett 36 épült fel, a régi angsterféle orgona sípanyagának teljes felhasználásával. Csak egy kombinált játék maradt meg a pedálműben, és ugyanott három transzmittált regiszter. A regiszterek elosztása a műveken a következő. Első manuál 7 játék a klasszikus pozitív művet idézi. Második manuál főmű 9 játék, mely a dinamikai hangzás gerincét adja a principálkar teljes kiépítésével. Harmadik manuál redőnyszekrényben lévő szólisztikus, színes, 13 regiszterből álló együttese, majd a pedálmű 7 valóságos, 1 kombinált és 3 transzmittált regiszter egészíti ki az orgonát. A szokványos és kötelező kupulákon, a manuálokat és a pedált összekötő kapcsolókon kívül különböző kollektív, együttes kapcsolók, elzárók és 4 kombináció is található. E kapcsolók mind kézzel, mind lábbal egyaránt kezelhetők, attól függően, hogy játék közben melyik szabad. Így a hangszer használhatóságát az előadó művész számára nagy mértékben megkönnyíti. Összekötő szerkezete elektromos, szélládái a pozitív mű kivételével kupládák. A pozitív műjé csuszkaláda. A csuszkaláda a barokkor orgonáinak kizárólagos szélládája volt, mely sokáig eltűnt új hangszereinkből, és a magyar orgonagyár első ilyen jellegű próbálkozása volt az újabb időkben, mely megépítése óta hibátlanul működik. Játékasztala elektromosan összekötött a korpusszal, vagyis az orgonatesttel, és mobil, kerekeken a pódium bármely pontjára eltolható. Így az aránylag kis pódium helyszempontjából jelentősebben kihasználható. A hangversenyterem belső építészeti stílusa neorokokó, melyhez az orgona ízléses és szép homlokzata belesimul. E homlokzat ugyanezen stílusban két oldal toronyszerű megoldással kiegészített, ahol a principál basszus 5 méternél is hosszabb sípjai nyertek elhelyezést. E toldás nem zavarja sem az orgona homlokzat, sem a terem egységes hangulatát, sőt, impozánsabbá teszi. A teljes orgonát a Rieger Otto orgonagyár jogutódja, a mai Aquincum orgonagyár készítette el Polczer Rezső, illetőleg Szegyi János vezetésével 1960-62 között. Most Bach C-dur Toccata adagia és fúgáját hallhatják a kedves hallgatók. A különböző dinamikájú és fényű mixtúrák egymás közt való felelgetésére hívom fel a figyelmet.
Most két korál előjáték következik szintén Bachtól. A megszólaló hangszínek méltón képviselik a korálok hangulati tartalmát.
César Franck Cantabile című műve következik, mely melankolikus dallamokra épült kompozíció orgonánk színességéről tanúskodik. Thank you.
Ezóta is rendszeresen szerepel az orgona úgy szólisztikusan, mint kísérő hangszer Miskolc város hangverseny életében. 1927-től sokáig az ország egyetlen vidéki városa volt, ahol hangversenytermi orgona állt a zenei élet rendelkezésére. Alig két évtizede követték csak más városok is e példát. Pécs, Sopron, Győr, Vác, Szombathely, a közelmúltban Salgótarján, stb. Az orgona muzsika Miskolcon nagyon kedvelt, szívesen hallgatja a közönség. Az intézetünkben intenzív orgonatanítás folyik, mely munkát segíti, hogy egy kisebb gyakorlási célra készült hangszerünk is van. A város kulturális életéhez ma már természetesnek tűnően hozzátartozik a nyári avasi orgona hangverseny sorozat is, ugyanúgy, mint például Tihanyban sok rangos előadó művésszel. Az orgonát a régebbi korokban is sűrűn alkalmazták más hangszerekkel, zenekarral, illetve kórussal való együttműködéshez. Ebből az együttes muzsikálásból kaphatunk ízelítőt Liszt Ferenc Missa Korálisának Sanctus tételének és Kodály Zoltán Pangelingvájának előadásával. A Kodály mű bevezető preludiuma után a három orgona kíséretes tétel hangzik fel a Miskolci Bartók kórus előadásában Reményi János vezényletével. Tehát először a Liszt mű hangzik fel, majd Kodály művét hallhatják.